Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyvíz műsorában, és köszöntöm Vajda Zoltánt, a Költségvetési Bizottság elnökét, a Szocialista Párt országgyűlési képviselőjét. Szép napot kívánok, köszönöm. Jó napot kívánok. Elég sűrű napokat élnek át mostanság, és nem tudom, hogy mennyire őszinték ezek a napok. Ugye az egy váratlan húzás volt, és ez kérdésem is egyben Önhöz, amit Orbán Viktor bejelentett, hogy tudni, hogy bizonyos személycseréket hajt végre, és új bizottságot hoz létre. Egyrészt milyen funkciója van ezeknek az új bizottságoknak, azoknak, amelyeket eddig Gargó Mihály vezetett, és most megkapta Nagy Márton. Szóval mi történik itt a háttérben? Tud-e egy országgyűlési képviselő ezekről a mozgásokról bármit? Hát ugye belső információ nincsenek, talán ezt nem ciki bevallani, hogy nincsenek beépített, nem tudom, információ a Fideszen belül, de azért próbálom figyelni a híreket, meg azért vannak személyes kontaktusaim, és ez alapján nekem így összeállt egy kép, hogy mi történhet. Ha megengedi, egy picit távlagról kezdem, de eljutok a válaszban a kérdéséhez. Szerintem onnan érdemes indulni, hogy magyar gazdaság, a szeretett hazánk három embernek a... Hát szakmainak álcázott, de valójában durván személyeskedő nyilvános vitájának az áldozatául esett. Ez a három szereplő, Matolcsy György jegybankelnök, Nagy Márton, én úgy szoktam mondani, gazdaság visszafejlesztési miniszter, és Varga Mihály pénzügyminiszter. Ez a három ember a karrierjük során különböző időpontokban hol egymás kollégái voltak, hol egymás beosztottjai, főnökei voltak, hol egyik követte a másikat, tehát különböző időpontokban találkozott a karrierjük, és mind a három embernek egyébként a mandátumból adódóan valóban más gazdaságpolitikai céljuk is lehetne, ez akár még rendben is van, de az elmúlt most már jó pár hónapban, lassan szerintem egy éve most már, a nyilvánosságban és durván személyeskedő vitájuk is van, ami biztos, hogy nem tesz jót a gazdaságnak és általában az országunknak a megítélésének, és szerintem a nyilvános vitájuknak a célja az az, hogy mind a hárman szeretnének Orbán Viktor fülébe duruzsolni. Tehát ők szeretnének a gazdasági megmondó emberek lenni. Matolcsy valamikor, hogy emlékszem, hogy Orbán még őt a jobb kezének hívta. Hát úgy látom, hogy az elmúlt időben akkor ezt a jobb kezet levágta Orbán, mert már nem ő. És szerintem ez a személyeskedő vita, és hogy ki az, hogy a megmondó ember lehet a gazdaság tekintetében, ezzel a döntéssel, ami néhány napja került nyilvánosságra, eldőlni látszik, hogy Nagy Márton lesz az, vagy Nagy Márton lett az, aki a gazdasági totum faktum. Az a Nagy Márton, akinek egyetlen célja van, egy nyilvánosabb is erről beszél, ez a high pressure economy, ez a nagy nyomású gazdaság, amely arról szól egy mondatban, hogy minden áron csak a gazdasági növekedés a lényeg, nem számít ennek akár az egyensúlybeli problémáit, tehát hogy a költségvetés szét tud esni és nagy hiánya tud lenni, és az inflációs kockázattal sem törődik, csak a gazdasági növekedés, amit lehet préseljünk ki a gazdaságból. És ez a döntés, hogy a gazdasági kabinet éléről leváltották a pénzügyminisztert, és helyett a Nagy Márton lett, ez akár még elfogadható lenne, de az, hogy létezik egy olyan világ, hogy a pénzügyminiszter nem tagja a gazdasági kabinetnek, hogy nem is tagja, ez tényleg abszurdum, és ha megegyek, még folytatom, mert még két további időt. Azt érzékelem, hogy rendkívül turbulens állapotba került ettől a változástól, úgyis, mint gondolom, egy parlamenti bizottság elvileg fontos bizottságnak a vezetőjeként, és hogy gyakorlatilag az összes egyéb parlamenti képviselő, ellenzéki képviselő, de mondhatom, hogy fideszes képviselő fölött történnek olyan döntések, amelyek egyébként meghatározzák a jövőjét valószínűleg, vagy a jelenét az országnak. De azt akartam kérdezni, itt a hirtelen turbulenciát, szeretem, hogyha valaki ennyire szívén viseli a dolgokat, és ez kiderül Önről, hogy mondhatom-e azt, hogy praktikusan Orbán Viktor leváltotta Varga Mihályt, mint pénzügyminisztert, mint pénzügyminisztert, és talált egy olyan formulát rá, ahol nem kell kimondania, hogy le van váltva, mint pénzügyminiszter. Igen, tehát azt hiszem, hogy jogilag pénzügyminisztérium még van, és pénzügyminiszter is van, de ugye még egy másik hír is, egy egészen friss hír, hogy átneveznek majd egy minisztériumot, tehát a Nagy Márton által vezetett minisztériumot nemzetgazdasági minisztériumnak fogják mostantól hívni. Ez azt jelenti, hogy nincs jelentőség a szavaknak, de hát valamikor a Varga Mihály által vezetett pénzügyminisztériumot hívták nemzetgazdasági minisztériumnak. Tehát én azt látom, hogy jogi értelemben, vagy formai értelemben van pénzügyminisztérium, és van pénzügyminiszter. De az, hogy nemzetgazdasági minisztériumnak nevezem át, ugye, ami eddig gazdaságfejlesztési miniszter volt,
ennek van valóban a szemantikán túl valami jelentősége? Szerintem üzletértékű. Tehát nem akarok ilyen belemenni ebbe, hogy nem akarom vizsgálni a Fidesznek a belső logikáját. Kell hozzá egy kis kremlinológiai tudás. Vagy, de nincs ehhez kedvem. Tehát őszintén mondom, hogy úgy nekem elég bajom, nem akarok a belső gondolkodásról belelátni, de szerintem az üzletértékű. Tehát, hogy pont azt a nevet találják meg, direkt úgy hívják, hogy Nemzetgazdasági Minisztérium, ezt én nem tudom máshogyan értelmezni, mint hogy Varga Mihály felé egy nagyon barátságtalan üzenet, hogy az ő általa vezetett minisztérium korábbi nevét kapja meg az ő vetétársa. De ha megígér, én egy nagyobb problémát is látok, tehát én azt látom, hogy Varga Mihálynak a döntési jogköre, vagy az autonómiája, vagy a szuverenitása, hogy ezt a nagyon népszerű szót most mondjam, ez teljesen megszűnik, tehát hogy létrehoztak ugyan egy munkacsoportot, ugye van ez a Churchill-i mondás, hogyha egy valamilyen gondot nem tudsz megoldani, akkor alakíts hozzá egy bizottságot. Hát most létrehoztak egy költségvetési előkészítő munkacsoportot, amelyet Varga Mihály ugyan vezethet, de ha jól látom a tagjait, ő azról tartalmilag kisebbségben lesz. Tehát amikor olyan döntésekről van szó, hogy vajon egy előterjesztés teljesen szétveri a költségvetés, vagy valamennyire még azért vállalható, ott, hogyha a szavazás egy különös a munkacsoporton belül, én azt jósolom, tehát látszólag, hogy Varga Mihály... látszólag csak a költségvetés maradt az ő kezében, de valójában ez sem. Így van. Tehát, hogy látszólag a költségvetés még ott maradt, mert az adópolitika, ami hallatlan, az adópolitika kikerült a költségvetés, a pénzügyminisztérium területéről, látszólag a költségvetés felelőssége még ott maradt, de valójában már az sem. Mert eddig ugye a pénzügyminisztérium mondhatott véleményt egy költségvetésről, most pedig ez a súlyhivatal, ez a munkacsoport, amelynek mondjuk Rogán Antal is a tagja. Én óvatosan kérdezem, hogy egy propagandaminiszter, meg hogyha titkosszolgatok fölött örködik miniszternek, ugyan már mi köze van a költségvetéshez, tehát például ő is mondjuk tagja, vagy mondjuk Orbán Balázs és Orbán Viktornak a közvetlen kabinetje, a közvetlen munkatársa. A nevében is politikai igazgatója Orbán Viktornak. Igen, ő is tagja egy olyan munkacsoportnak, amely elvileg a költségvetés felett őrködik, de valójában jogköre is nincsenek. Tehát én olvasom a sajtóban az elmúlt napokban, hogy mindenki arról beszél, sőt, Varga Mihály is azt mondta, hogy majd ha kell, akkor ő vétózni fog. Hát először is a vétó joguk csak akkor van, hogyha formai értelemben valami nem felel meg. Hát azt azért nem gondolom, hogy formai értelemben ne tudnának jó előterjesztéseket csinálni. Másrészt pedig csak akkor lenne vétójoga, másrészt pedig a testületnek van bármilyen jogköre, nem a miniszternek, nem a vezetőjének egyedül. Ha olyan előterjesztés van, amelyek nem értenek egyet, akkor max. Egy ilyen megjegyzést fűzhetnek hozzá, hogyha jól olvastam a leírást. Tehát valójában semmi jó. Muszáj belemennünk egy kis kremlinológiába, hogy mi a baj Varga Mihállyal, aki az egyik leghűségesebb minisztere, kétségkívül nem a legdurvább retorikai fordulatokkal élő miniszter, tehát erre szokták mondani, hogy az emberarcú fideszesek közé tartozik, bár végrehajtó volt hűen. És mi az, ami ilyen mértékben Nagy Mártont fölemelte? Lehet, hogy emberarcú miniszter még a Vargát, ugye küszöbérték nagyon alacsony, tehát mihez képest emberarcú, már az utóbbi időben neki is azért szerintem voltak nehezebben megértelmezhető, vagy durvább mondata, de ez csak egy zárójeles mondatom volt. Szerintem az a baj Varga Mihály, hogy próbálja a költségvetés egyensúlyba tartani, még Nagy Márton, amit mondtam ezzel a nagy nyomású gazdasággal, hogy mindenáron préseljünk ki a gazdaságból a gazdasági növekedést, ennek két áldozata lesz. Az infláció, nem fog tudni a dezinfláció olyan ütemben folytatódni, mint szerencsére az elmúlt időben történt. Én nem látom azt, hogy jövőre érdemben 5-6%-nál lejjebb tudnánk kerülni az év átlagában inflációnál, pedig ugye az ideális, az 2-3, legyünk megengedőek 4%-os infláció, tehát az infláció lesz az áldozata ennek a nagy nyomású gazdaságnak, és a költségvetési egyensúly, amelynek már most is látjuk jeleit, az idei költségvetés már a harmadszor esik. De ez pusztán abból adódik, hogy Orbán Viktor neki hisz, és nem a Matolcsi féle gondolkodásnak, nem azoknak a közgazdászoknak, akik azt mondják, hogy az infláció elleni küzdelem plusz ez a nagy nyomású gazdaság, ez egymást kioltó, egymással szembe menő folyamatok? Szóval én főiskolán tanítok makroökonomiát, azt tudom mondani, hogy ez egy gazdasági, közösségi axióma, hogy vagy a gazdaság növekedését lehet erőszakolni, vagy az inflációt csak. És a kettő egyszerre, én nem látok olyan közösségtanítónak ról szóló tankönyvet, ami ez egyszerre lehet, tudna. Hogy újra kell végezni. Új diplomát kell szerezni. Lehetséges, akkor az unortodox, nem tudom, közösségtan, meg azt hiszem, Matolcsi
Kovácsnak is van már egy új tankönyve. Hát jó, Orbán egyszer megmondta, hogy ezeket a régi könyveket félre kell tenni. Igen, de a valóságon szembe tud jönni, szerintem ez valóság szembe fog jönni, az infláció sem fog tudni csökkenni, és a költségvetés is szét fog esni. És igen, a kérdésre válaszom az, hogy valahogyan az a duruzsolás, amit Nagy Márton mond Orbán Viktor fülében, most éppen ez lehet a hízelgő neki, és nem az a sokkal nyugodtabb tendencia, hogy azért a költségvetésnek a valamilyen egyensúlyára nagyon kell koncentrálni, és akik emlékeztetik mindenkit, hogy jövőre már a Maastrichti kritériumnak megfelelés kritikus lesz, azt már komolyan fogja megtenni. Az a 3%. Az a bizonyos 3%. Jövőre most éppen 2,9%-ra tervezték a költségvetést. Néhány napja volt Varga Mihálynak a miniszteri meghallgatása nálunk a bizottságnál, és kérdeztem tőle, hogy mennyire van kőbe vésve ez a 2,9, mert én már most azt látom, hogy az idei költségvetés szétesett, akkor hogyan tudna mondjuk elfeleződni a hiány jövő évre. Ő azt mondta, hogy nem is érti a kérdést, hiszen az egy hiány cél, ami kőbe van vésve, hiszen törvény van róla, mondta ő, és még óvatosan mosolyogva jeleztem, hogy hát ez idejéről is volt ugyanaz a törvény, és háromszor módosították, és most pedig ma már azt is lehet látni, hogy a megemelt 5,2-es hiánycélre sem fog tudni teljesen az év egészére. Tehát ez, hogy valami kőbe van vésve, ez nem jelent semmit. Én azt jósolom, hogy nagyon magas lesz a gazdasági hiány, nagyon magas lesz a költségvetési hiány, és bizony az inflációnak a csökkenésének az üteme be fog ragadni sajnos. De hogyha történetesen a költségvetésnek tulajdonképpen csak a számolási része marad Varga Mihálynak, miközben a költségvetést felborító, vagy éppen ellenkezőleg rendbe tevő feladatok meg egy másik minisztériumban vannak, akkor ebből mi lesz? Katyvasz. De ez a szó jutott eszembe, katyvasz, és szerintem előbb-utóbb a pénzügyminiszternek a helyzete tarthatatlaná válik, hogy formálisan ő lesz felelős, hogyha szétesik a költségvetés, hiszen nála van, de semmilyen ráhatása nincsen arra, hogy megvédje. Ön egy ilyen helyzetben lemondana? Most komolyan tudom, nincs ilyen helyzetben. Nem vagyok ebben helyzetben, de nagyon érdekes, pont idefelé egy barátom ugyanezt kérdezte meg tőlem, és azt mondtam, hogy én nem hagynám, hogy én ilyen helyzetbe kerüljek. Tehát, hogy valaki lemondana. Igen, természetesen. Tehát Varga Mihálynak le kellene mondania, hogyha önbecsülése van. Én azt mondom, hogy a Fideszben egy nem olyan könnyű miniszternek lemondani. Tehát, hogy már kértek korábban, hogy így vizsgáljam a Fidesznek a belső vonalait, mondom, nem nagyon szeretem, mert nincs nekem ez nagyon kedvem, de én úgy látom, hogy azért nem nagyon van olyan arra példa, hogy miniszter úgy büntetlenül csak akkor lemondja, amikor neki kedve van, ahhoz szinte engedélyt kell kérni, hogy ő most lemondhasson. Én azt látom, és ez sajnálat lesz őszintén, ellenzéki képviselőként, de hazámat szerető, hazám miatt aggódó magyar emberként, aggódok, hogyha szétesik a költségvetés, és ahogy mondta, egy ilyen emberarcú fideszes teljesen partvonalra kerül, mert igenis annak van közvetlen magyar emberek által megfizetendő ára, hogyha magas a költségvetési hiány, nagyobb akkor a hiány, akkor több lesz az államadósság, amit finanszírozni kell, és a kamatokat mi magyar emberek fizetjük. Ugye többen kiszámolták azt is, ugye, hogy ebben az országban valószínűleg felülről vezérelten történnek a dolgok olyan értelemben is, hogy a számokban mintha beavatkoznának. Ugye Mellár Tamás, Róna Péter, többen is azt mondták, hogy a KSH által kimutatott 9,9%-os infláció, vagyis ami pontosan megfelel annak, amit Orbán Viktor egész évben hangoztatott, hogy lenyomjuk, leverjük, fejszével szétverjük az inflációt, és egyszámjegyűvé lesz, az annyi lett. Ugye Mellár Tamás és Róna Péter is azt számolta ki, a mélyvízben elmondta nekünk Róna Péter, ő, ha jól emlékszem, ő 11,1 vagy valami ilyen számot mondott, Mellár Tamás 11%, tehát semmiképpen nem egy számjegyűt. Nem mintha a kettő között nagyon jelentős különbség van, de lehet, hogy ön tanárként ezt azt mondja, az nagy különbség. De hogy lehetségesnek tartja-e, hogy a KSH politikai feladatot kapott, és olyan számot mondott, ami még elviselhető, mert ez a 9,9 ez nevetségesen emlékeztet Orbán Viktornak a politikai termékére. Szóval lehetséges, hogy a KSH manipulált. Nem merem a saját nevemet az előbemített két nagyon nagy neves közgazdász mellé tenni, de én is beszéltem arról korábban is már a nyilvánosságban, hogy azért én gyanúsnak érzem akár az inflációs számot, tehát ugye 9,9 az úgy pont sikerült eltalálni, olyan, mint amikor a boltban az akciós pamut zokni, az 999 forint, és akkor azt szeretnék elhitetni velünk, hogy az nem 1000 forint, hanem valójában 900, tehát hogy pont amit a miniszterelnök kitalált, azt is sikerült kihozniuk, és nekem még egy gyanús dolog volt ezzel a KSH adatközlésében.
november korában, hogy az előző negyedéves GDP adatot érdemben módosított. Tehát amikor kihozták, hogy az előző negyedév, az ugye már kijöttünk a recesszióból, szokott olyat csinálni a statisztikai hivatal, hogy az előző negyedévet picit pontosítja, de hogy pont úgy sikerült módosítani, hogy az előző negyedév az nulla legyen, tehát mondhassuk azt, hogy a recesszió akkor egy negyedével rövidebb ideig tartott, nekem ez is gyanús volt, mert érdemben azért nem szoktak előző negyedéveket módosítani. És ne felejtsük el, hogy a KSH-nak egy új elnöke van, Rogán Antal által kinevezett új elnöke van nyár óta, és bizony fölmerült bennem is ez. De én el szeretném hesegetni ezt a gondolatot, tehát hogy én szeretnék abba hinni, hogy nincs olyan, hogy a statisztikai adatközlésbe a politika közvetlen vagy közvetett módon akár belenyúljon, mert hogyha eljutunk ide, tehát hogyha eljutunk oda, hogy a statisztikának nem lehet hinni, akkor tényleg banánköztársaság szintjére süllyedtünk, és egyrészt nem szeretnék banánköztársaság szintű országban élni, másrészt a külföldi befektetők nem szoktak finanszírozni banánköztársaságokat. Tehát hogyha a statisztikai számokban való bizalom elmúlik a nyilvánosság számára a belföldi, külföldi befektetők által nem elkezdenek kételkedni benne, akkor annak egészen drámai következményei lehetnek, és még egyszer mondom, szeretem a hazámat, nem szeretem, hogy megjön. Igen, de ugyanakkor a társadalom döntő többsége, mondhatom el, döntő többsége, nem foglalkozik ezekkel a számokkal. Hát ő tudomásul veszi, hogy most drágább, de azért Orbán igen. Viktor mellett szavaz, mondjuk egy jelentős réteg nem ingatja meg egyáltalán, hogyha szembesül azzal, hogy nem az történt, amit ígértek neki. Meg nem, szóval, hogy nem, egyáltalán nem érdekli a szám, hogy mi történik ebben az országban, hogy ezek a beszélgetések eljussanak hozzájuk olyan értelemben, hogy föl is fogják, hogy át vannak verve. Igen. Mit lehet ezzel kezdeni? Szóval egyetértünk, tehát hogy valóban a mindent átütő propaganda, a mindenféle kormányzati nagy kékplakátok, őszintén én meglepődtem, hogy még nem jelentek meg arról kormányzati kékplakátok, ilyen óriás plakátok, hogy a miniszterelnök bejelentett, hogy 9,9 lesz egyszemélyű és teljesül. Tehát hogyha még erről nincs a propaganda, rövid távú cél az lehet, hogy az, hogy akkor a miniszterelnök elvárását teljesítsék, de hogyha még egyszer mondom, hogyha a statisztikai adatközlésbe való hit vagy bizalom elmúlik a befektetők által, akkor finanszírozás problémák is tudnak adódni. Nem hiszem, hogy ennek következik, és a gondolatot is el szeretném elsegetni magamtól, de ezek rossz jelek. Akár az inflációs számnak a ilyen pontos kihozás, hogy a mostani inflációs szám, az pedig itt pont sikerült 7,9-re kihozni, vagy itt egy ilyen jó kis kerekítés. Szeretném hinni, hogy nem nyúlnak bele, és remélem, hogy nem is teszik ezt. Ha elkezdik azt, hogy belenyúlnak, annak nagyon rövid időn belül drámai következménye tud lenni. Hát jobb lett volna valami pozitív véget találni, de kellemes majd legközelebb kell. Igen, de ez a miniszterelnöktől szoktuk meg, hogyha konfliktusos helyzetben ez a válasz. Akkor boldog. Majd azután köszönöm szépen, hogy itt volt, és kellemes ünnepeket önnek is. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm figyelmet, viszontlátásra.